következő témánk az energia kémiai tárolása. A galvánelemek olyan berendezések, amelyek a kémiai reakció során elektromos áramot termelnek. Elemekről akkor beszélünk, ha az áramot termelő anyagok elhasználódása kimerülése után tovább már nem üzemeltethetőek. Akkumulátorok olyan galvánelemek, amelyek kimerülés után újra tölthetőek. Tehát a következő ábrán ha egy egyszerű felépítésű elem, az úgynevezett Daniel nem látható, amely gyakorlatilag két részre osztható. Ebben a tér láthatjuk, hogy cink elektróda merül cink szulfát oldatba, a másik tér réz elektróda merül szulfát oldatba. A cink elektród, a cink cingszúfát oldatba merülése közben oldatba kerül, miközben elektronokat ad le, és ezen elektronok a vezetéken keresztül vándorolva, eljutnak a rézlemezre. Az elektronok hatására, tehát a egy irányba mozgó elektronok hatására az izzó világítani kezd. Az elektronok a részszulfát oldatban lévő rézionokkal egyesülnek, és rész válik ki a lézremezre. A töltés kiegyenlítés érdekében biztosítani kell a szulfátionok vándorlását a rézoldatból a cinkoldatba és így zárul az áramkör. Itt egy autóban használatos akkumulátor felépítése látható, az akkumulátor szerkezete a következőkből áll. Van egy negatív pólus, van a műanyagház, van a pozitív lemez, szigetelő lemez, negatív lemez, itt is találhatunk összekötőhidat és a pozitív pólust. Ezzel a két pólussal csatlakoztatjuk a gépjárműhöz az akkumulátorunkat. Magyarországon több mint 7 millió mobiltelefon előfizetőt tartanak nyilván. A telefon tulajdonosok átlagban két évente cserélik újra a készüléküket. Ezzel rengeteg akkumulátor kerül ki a környezetbe. A képen láthatjuk, hogy nagyon sokféle akkumulátor, újra tölthető akkumulátor kapható, és ezekhez rendszeresített akkumulátor töltőket is meg lehet vásárolni. Száraz elemek, illetve akkumulátorok veszélyei. Magyarországon évente körülbelül 40 millió darab elem fogy el, ez olyan 1400 tonnának felel meg, ez veszélyes kémiai hulladéknak számít, amely körülbelül 400 elefánt súlyának felel meg. Ezen eladott elemek száma folyamatosan nő. Az elemekben, illetve az akkumulátorokban felhasznált anyagok kockázata a környezeti és emberi egészségre e, e, nagyon erős. Környezeti és egészségű károsító hatásuk miatt fontos kiemelni a toxikus nehézfémeket és a vegyületeiket. Az elemekben, illetve az akkumulátorokban előforduló toxikus nehézfémek a kadmium, az ólom, a nikkel és a cink. Fokozott veszélyt jelentenek a higany és a kadmium és az olmot tartalmazó elemek, illetve akkumulátorok. Az elemekben, akkumulátorokban felhasznált anyagok kockázata a környezetre és az emberi egészségre abban rájlik, hogy a kidobott elemek és akkumulátorok fémtartalma könnyen a talajba kerül, és a nedvesség hatására olyan vegyületi alakul, amely taraj vízzel vándorolni kezd, és ez nagyon könnyen bejött a táplálékláncba, így nagyon súlyos mérgezéseket, egészségkárosodást okozhatnak. Kiemeltem fontos a higany és vegyületei. A higany ugye bőrön keresztül felszívódva vagy gőzeinek belégzése folyamán juthat a szervezetbe. Akut mérgezés esetén nyelőcső, gyomorkárosodás lép fel. A belégzett higanygőz a legveszélyesebb, a tüdőn belélegzett higanygőz 80%-a felszívódik, és így a véráramon keresztül az agyba, a vessébe, májba és más szervezetekbe lerakódik. A higany keresztül is felszívódik, de jóval lassabban, mint a légutakon keresztül. A bérrendszerben való felszívódása gyakorlatilag kicsi, mert a nagy sűrűsége miatt azonnal hashajtó hatást fejt ki a belegbe és kiürül. Másik elem a kadmium. A kadmiumot a legtöbb és a legtöbb vegyületét minden nemzetközi szervezet a rákkeltő anyagok közé sorolja. Káros hatással van a vessére, májra, csontokra, megzavarhatja a hormonális, illetve immunrendszert, valamint a szív- és érrendszer működését, és károsan befolyásolja. Táplálékláncon keresztül, vagy porának belégzés során kerülhet a szervezetünkbe. Ólom, az ólom már nagyon kis mennyiségben komoly egészségügyi problémákat okoz. A szervezetben felhalmozódott ólom roncsolhatja a vörösvérsejteket, gyomorbetegséget, izombénulást, tüzületi fájdalmakat, agykárosodást, vese, illetve májbántalmakat okozhat. A 6 év alatti gyerekek különösen érzékenyek az ólommérgezésre, súlyos, visszafordíthatatlan szellem és fejlődésbeli károsodást okozhatnak náluk. Nikkel a bőrön keresztül közvetlen érintkezéssel, vagy porának belégzésével, vagy táplálék lánccal juthat a szervezetbe, károsítja az immunrendszert, a bőrön nyakáltján irritációt okozhat, Korai belédegezve rákeltő hatásúak, több nikkel vegyületet bizonyítottan emberi rákkeltő anyagként tart számon a WHO. Nagyon fontos, hogy a kimerült elemeket, illetve az akkumulátorokat ne dobjuk ki a kukákba. Igénybe kell venni az elkülönített begyűjtési rendszert, az elemek, illetve akkumulátorok hulladék válását követően külön kell más hulladéktól elkülönítve gyűjteni, és el kell vinni a legközelebb eső visszagyűjtő helyre. Ennek az is nagy fontosság, hogy az akkumulátorokból, illetve elemekből értékes fémek nyerhetőek vissza, és a természetben előforduló és egyre kisebb mennyiségben rendelkezésre álló anyagi erőforrásként erőforrások is kimélhetőek ezzel az újrahasznosítással. Köszönöm a figyelmet!